Megkérem a résztvevőket, hogy ide a nagyon szóhoz legyenek kedvesek jönni, tartunk egy megnyitót! Szeretettel köszöntök mindenkit, azt is, aki nagyon messziről jött, és azt is, aki nagyon közelről jött. Nagyon örülök neki, hogy ennyien összejöttünk. András megszámolta, több mint 20 autóval vagyunk jelen, van két biciklisünk, és van egy motorosunk is. Nagy dacs nekik, hatalmasnak fognak menni. És van három pici gyerek, akiknek a házaiért fogunk most küzdeni. Sziasztok, integessetek nyugodtan bácsiknak, néniknek! Külön köszöntöm, akik Békés megyéből, Debrecenből, és még ki tudja honnan, nem tudom honnan, kik jöttek még messziről? Sopronból! Köszöntöm a szervezeteket, úgy mint az Otthonvédelmi Tanács, akinek a keretében ezt szerveztük, a szóvivőjét Tatár Józsefet, aki ma fogjuk hallani többször. A híres és hírhet kompánycsoportot, itt van Balogh Béla, az elnöke és István és nagyon sok tagja, és a debreceni kompánycsoport is nagy létszámmal képviseltette magát. Hasa Gyulai kompánycsoport. Mai amazonok! A gyulai amazonokat külön, mert ők mindig megérdemelnek egy külön köszöntést. Úgy gondolom, hogy leginkább a kompánycsoport és az Otthonvédelmi Tanács szervezetei annyi jót tettek már a devizahitelesekért, és annyi jót fognak a következő időszakban is tenni, és ami nagy ígben, mert a szív győzni fog, hallom itt hátulról a súgás, és ami nagyon fontos, hogy ezek azok a csoportok, akik nem csak dumálnak a devizahitelek megoldásáról, nem csak Facebookon nyomogatják, hanem valóban oda csapnak. Oda csaptak a kilakoltatások megakadályozásánál, oda csaptunk a visszaköltözésnél, amikor visszafoglaltunk egy házat, és oda csapunk a bankoknak, mint ahogy tegnap előtt Debrecenben is megtettük. Ez a szervezet az, aki tegnap is tartott lakossági fórumot, ma is oda csapunk a bankoknak, a csomag már úton van a bankokba, mi személyesen nem fogunk bevenni, de a csomagunk bejutott, és ez egy óriási dolog, szíven döpjük őket! Úgy, ahogy megtették velünk, most megkapják a bankért, nem a vezetőknek üzenünk, hanem a banki alkalmazottaknak. Erről bővebben majd az OTP előtt fogunk beszélni. Azon kívül a héten ezeknek a szervezeteknek még lesz holnap egy rendezvénye Szobon, holnap után Pápán, és hétfőn pedig egy kilakoltatás megakadályozása lesz. Öt
végén részt fogunk venni az országos flankblokádon, amiről ma fogunk beszélni, és 6-án pedig ütős programokkal fogunk kivonulni a Kossuth térre. Béla meghozta a kellékeket, ezekről a kellékekről egy picit később szeretnék beszélni, leginkább akkor, hogyha megérkezett a rendőrség. Aki esetleg messzebb áll és nem látja, ezek gázállatok, amik a Bélánál vannak. Vigyázzatok, mert működőek! A rendezvény végén Bélának adjátok majd le a gázmaszkokat. Lehet, hogy már hétfőn szükség lesz rá, hogy használjuk is őket. A mai demonstrációnak az elsődleges célja a figyelemfelhívás arra, hogy az illetékesek semmit nem tesznek a devizahiteles probléma megoldására. Ezért kérek mindenkit, hogy ez valóban figyelemfelhívás legyen, legyünk hangosak, legyünk demonstratívak, és legyünk határozottak. És csapjunk oda! És csapjunk oda, így van! A feladatunk és a célunk, hogy a bankokat kizökkentsük ebből a pökhendi helyzetükből, megmutassuk nekik, hogy mindaddig, amíg nem oldódik meg ez a helyzet, addig egy perc nyugtuk sem lehet. Nem tudhatják, hogy mikor fogunk megjelenni és hol. Vajon a fiókban fogunk megjelenni, amikor nem számítanak ránk, a lakásukon fogunk megjelenni, a központjukban fogunk megjelenni, és nem fogják tudni, mi az a csomag, amit beviszünk. Mert most papírt viszünk be, lehet, hogy holnap már valami teljesen más dolgot. És lehet, hogy holnap után ki se jövünk, mert elfoglaljuk a bankokat is, hogyha szükség van rá. Ugyanis mi nem hagyjuk magunkat, és ezt ma megmutatjuk neki. Megmutatjuk a közjegyzőknek, úgyhogy demonstratíven megállunk a közjegyzőnél, mi már nem viszünk be papírt, egész egyszerűen, amikor legközelebb bemegyünk, akkor már mi nincs be fogjuk kihozni a vacskos közjegyzőket a helyükről. A mai napon még egy feladatunk lesz, a helyi önkormányzatok figyelmét felhívni arra, hogy igenis, itt az ideje lépni és tenni valamit, ahhoz ért, hogy az emberek megismerjék ezt a helyzetet, megismerjék a helyi csoportokat és a szerveződéseket, és megismerjék a kiutat ebből a gödörből. És most azt kérem, hogy azok a vezetők, szervezeti vezetők, amazonok, akik szólnának pár szót így az elején, azok jöjjenek ide és hallgassuk meg őket. Először is Tatár Józsefet, az Otthonvédelmi Tanács szóvidőjét kérem.